Sziasztok, köszöntelek benneteket a Mind Megette konyhájában. Déri Szilvia vagyok, házi sáfrány, és ma kovászolt rostkenyeret fogunk csinálni. A rostkenyér egy komplex, kicsi diós ízű kenyér. Ellentétben azzal, amit a kovászolt fehér kenyérről tudunk, hogy macerás, hajtogatni kell, időigényes, a rozslisztel készült kenyerek sokkal gyorsabban kész vannak, ugyanis a rozsnak magas az enzimtartalma, ami azt jelenti, hogy a kovászt sokkal gyorsabban táplálja, eteti, gyorsabb a fermentálódási folyamat. Egyébként a rozsnak az élettani hatásai is nagyon jók. Magas a cink, a D-vitamin, a vas és a magnézium tartalma, így hogyha eszed, akkor minden szempontból sokkal egészségesebb kenyér, mint hogyha sima fehér lisztes kenyeret enne az ember. Vagy szereted, vagy nem szereted, én egyébként nagyon szeretem. És most akkor kezdjünk neki, és közben egy csomó mindent fogok róla mesélni. Ha rostkenyeret csinálsz, legalábbis az elején ne úgy csináld, hogy csak rostlisztből dolgozol, hanem keverd a rostlisztet fehér liszttel, ugyanis a rostnak nagyon alacsony a glutén tartalma, tehát ha csak rostlisztel csinálod a kenyeret, akkor nagyon tömör lesz. Én általában úgy szoktam csinálni, hogy egy olyan 25-30% fehér lisztet rakok hozzá a többi rostliszt, ettől egy kicsit kevésbé lesz tömör, könnyedebb lesz a kenyer, de nagyon-nagyon finom lesz. Tehát fogok először 300 g rozslisztet. Belerakok még 100 g fehér lisztet, ami otthon van, és búzaliszt, malátázott liszt is tök jó hozzá, teljes kiörlésű liszt is, tehát igazából azt szoktam megnézni, hogy mi az a liszt, amiből van egy kis maradékom, és azt hozzáöntöm, hogy egy kicsit könnyítsek majd a kenyér állagán. Illetve ellentétben a fehér kenyérrel, ami ugye lassan fermentálódik, ehhez a kenyértípushoz viszonylag sok kovászt szoktunk rakni. Ez a kovász most egy fele rozsliszt, fele fehér liszt kovász. Amire ügyelned kell a rozslisztes kovásznál az, hogy ugyanúgy, mint a kenyér, a rozsliszt miatt gyorsabban fermentálódik maga a kovász is, tehát nagy eséllyel gyorsabban föl fog habzani, tehát gyorsabban tudod majd használni, mint hogyha egy sima fehér kenyérhez csinálnál fehér kovászt. Nos, kimérek belőle 200 g-ot. Ezt érdemes megnézni, hogy milyen szép gluténszálak vannak ebben a kovászban. Imádom. A jó kovász savanykás, de nem túl savanyú. Mindig meg szoktam kóstolni, ez most csodálatos állapotban lévő kovász. Rakunk bele egy nagyon pici mézet, csapott tevőkanálnyit. A rozsliszt általában több vizet vesz föl, mint a fehér liszt, és ezért, de minden rozsliszt más. Tehát ezért érdemes nagyjából annyi vízzel kezelni, mint hogy a fehér kenyeret sütnél, ami ebben az esetben nekem a liszt mennyiségének a 75%-a, és akkor keverés közben úgy is fogod látni, hogy kell-e hozzá még víz, illetve só. Semmit nem kell vele csinálni, szépen összekeverem, megformázom és fogom is tudni sütni. Na, be is gyúrtuk a kenyeret, és igazából ez egészen máshogy ragad, mint egy fehér kenyér. Úgyhogy, bár a fehér kenyérnél mindig azt szoktam mondani, hogy viszonylag kevés liszttel dolgozunk, ebben az esetben ez annyira ragacsos ez a tészta, hogy ez nem érvényes, úgyhogy először egy jól lisztezett lapra megpróbálom kiborítani. Bevizesített spatulával kiöntöm a tésztát. Hello, drágám! Egyébként ezeknél a ragacsos tésztáknál nagyon szépen tud az ember vizes kézzel formázni, úgyhogy most kicsit bemártam a kezemet, és csinálok egy olyan nagyjából bucit. Így. Szuper. Nagyon ki kell lisztezni a kelesztő kosaramat is, mert különben beleragad, és annál rosszabb nincsen. Ez egyébként rizsliszt és sima liszt keveréke. Meglisztezem a kenyérkémet is. Így megfogom, és egy mozdulattal berakom a kosárba, szépen letakarom, várok 2-3 órát hőmérséklettől függően, jó, hogyha melegen tartjuk, ennyi, mehet pihenni. Eltelt 2,5 óra, és most már nagyjából kész is a rostkenyerem, onnan tudod, hogy már alkalmas sütést, hogy elkezdik berepedezni, és a rostkenyérnél nagyon vigyázni kell, mert hogyha túl kell, akkor sűrű tömör lesz, és elég egyszerűen túl kell. Itt egyébként nem annyira fontos, mint a fehér kenyérnél, hogy öntött vasba süljön, de ártani nem fog neki. Úgyhogy én most be fogom rakni a sütőbe 250 fokra előmelegítve, 20 percig tetővel, utána meg tető nélkül még további 25 percig. Drukkoljatok! Szépen kiszedjük. Most pedig irány a sütőbe.
elkészült a rost kenyerem, csodálatos lett. Gyönyörűen reped magától, imádom, mert mindig máshogy néz ki a felszíne, fantasztikus. És van egy ilyen komplex, kicsit diós, kicsit édeskés, kicsit földes illata, imádom. Megfordítod, és megkopogtatod az alját, és hogyha kongó hangot ad, mint ez, akkor az azt jelenti, hogy garantáltan átsült. Fölvágni viszont ilyenkor még nem tudjuk, mert nagyon forró, ahhoz sajnos meg kell várni, hogy kihűljön, pedig mindig a kenyér belsője a legizgalmasabb, úgyhogy most félre rakom néhány órára, és utána megnézzük, hogy sikerült. Kibírtam, nagyon nehezen, de kibírtam, hogy nem hidegre, de langyosra kiütsem a kenyeret, úgyhogy most eljött az igazság pillanata. Ezt is felvágom. Kellemesen savanykás az illata, és én ezt most megkóstolom. Komplex, krémes, savanykás, kicsit édeskés. Süssél magadnak rost kenyeret, imádni fogod, tök hálás, nem tudod elrontani, gyorsan kész van, és tényleg egy hétig eláll neked a kenyérzsákodba, nem szárad ki, nem penészedik meg. Sok sikert hozzá, szia!